Marokkótól Litvániáig és Észak-Írországtól Romániáig voltak résztvevők az Adai IFIX ifjúsági szervezet egyhetes Erasmus Plus által finanszírozott tréning programján. A műhely munka fő témája az Erasmus Plus népszerűsítése volt. Tetszik, hogy mindenkinek más az élettörténete. Én 27 éves vagyok, van munkahelyem, úgy is mondhatjuk, hogy felnőtt vagyok. Jó dolognak tartom azt, hogy beszélgethettem diákokkal és nálam idősebbekkel is. Különböző országokból jöttünk, különböző kultúrával rendelkezünk, és mégis közösen alkothattunk valamit. A legjobb dolog szerintem az volt, hogy félre tudtuk tenni a gátlásainkat. Ami a komoly részt illeti, tehát a workshopokat, nekünk most jelenleg az volt a feladatunk, hogy növeljük a láthatóságot, valamint tehát fokozzuk az érdeklődést az Erasmus Plus projektjei iránt, illetve hogy növeljük és befolyásoljuk a fiatalokat, hogy vegyenek részt ilyenekben. Ami pedig a szabadidős tevékenységeket illeti, voltunk paintballozni, voltunk lovasíjászkodni, voltunk városnézni Újvidéken. Az egyhetes műhelymunka utolsó napján a résztvevők élőadásban számoltak be a programról a Facebook közösségi oldalon, ezzel is népszerűsítve az Erasmus Plus-t. Azt tudom mondani, hogy mi saját részünkre úgy érezzük, hogy egyre jobban, egyre érdekesebb cseréket tudunk szervezni, és minden ifjúsági csere, illetve tréning végén megkérdezzük a résztvevőket, hogy hogy érezték magukat, mik a véleményük rólunk, az étkezésről, a szállásról, a programokról, és a tendencia azt mutatja, hogy egyre jobb értékeléseket kapunk, viszont megmondom őszintén, hogy ha őszintének kell lennem, egyáltalán nem népszerű még a községünkbe se. Az idén 7 csereprogramot szervezett meg az IFIX ifjúsági szervezet, ebből 5 Adán valósult meg, 2 pedig Magyarországon.